Az igazi élmény az az, ami útközben van. Tehát amikor csináljuk ezt az egészet. Laufer Tamás mondott köszönetet az Alba Innovár, az önkormányzat és a Munkácsi Iskola közös programjában résztvevőknek. A tanév végén zárult az intézményben az Okos Tanterem program. A projekt keretében nem csak egy 15 millió forintos infrastrukturális fejlesztés valósult meg az iskolában, hanem 2021. szeptemberétől az intézmény 6 pedagógusa 9 hónapon át tartó módszertani képzésen vett részt, melynek része volt egy angliai tanulmányút is. Pedagógusaik az átfogó szakmai képzés során az új digitális eszközök használatán túl megismerhették azok alkalmazási területeit és módszereit is. Tulajdonképpen amire szükség volt, hogy először is magabiztosan használják ezeket az eszközöket a tanárok, mert csak így tudják átadni a gyerekek fele, a másik pedig az, hogy hogyan lehet különböző órákban, mint fizika, történelem, magyar, matematika, észrevétlenül beépíteni, úgyhogy hatékonyabb legyen. Terjeszthető lesz városi szinten is. A program azonban nem zárult le, sokkal inkább most indul majd, hiszen a projektben résztvevő tanárok a most megtanult módszert adják majd tovább a kollégáknak. Következő években az lesz a feladatunk, hogy ezt belső tudás megosztással a tantestület többi tagjának fokozatosan átadjuk ezeket a módszertani és eszközkezelési tapasztalatokat. Hát amit nyertek a kollégák, az természetesen maga a képzési rendszer, hiszen egyébként is képezzük magunkat, tehát ez, ha úgy tetszik, kötelező is. A másik pedig az egy olyan fajta módszertani gazdagodás, amivel én azt gondolom, hogy a mai gyerekeknél azok a kollégák, akik már ilyen eszközökkel tudnak órán operálni, már, ahogy mondani szoktak, sokkal menőbb. Tehát azt gondolom, hogy a pedagógus munkáját színesíti. A most záruló projekt végső nyertesei tehát a gyerekek lesznek, akik a képzés során magasabb hozzáadott értéket kapnak, mint korábban. Az Okos Tanterem program a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban is segítséget nyújt, egy normál oktatásra épülő plusz. A gyerekek itt akkor is tanulnak, ha azt gondolják épp nem tanulnak. Az órákon nincs hátsópad, kis csoportos foglalkozásokon dolgoznak a tanulók, a tanárok pedig célokat adnak nekik, és nem megoldásokat.